Elnök államtitkár úr. Jó estét kívánok. Azt már tudjuk, hogy miről beszélt Zákányban, de milyen tapasztalatokat szerzett a településen? Mindenképp fontos összehasonlítani akár a röszkei, akár a mostani helyzetet, illetve Horvátországnak a helyzetével. A magyar kormányt, magyar karitatív szervezeteket, úgy általában a hivatásos szervezeteket nagyon sokan támadták külföldről, most is támadják, holott egyértelműek azok a képek és azok, az a helyzet, amit tapasztalunk, hogy a magyar kormány az emberek segítségével fölkészült erre a hihetetlen, szinte fölkészülhetetlen feladatra, és amit most tapasztaltam lent a határon, az a teljes szervezettség. Tehát ilyen jeleneteket, mint amit előbb láttunk Horvátországból, most hála Istennek egyáltalán nem lehet látni. Ugye nálunk akkor volt, amikor ránk törték a kaput, abszolút bűnszövetkezben, ebben felszerelkezve röszkénél, de most, hogyha valaki akár Zákányra, akár Varsra érkezik, azt a tapasztalhatja, hogy a éppen Horvátországból átküldött migránsokat nagyon nagy rendben, a településtől jól elkülönítve fogadják a rendőrség, illetve az ottani önkormányzatnak a munkatársai, és a karitatív szervezetek, akik pedig ott jelen vannak, azok mindenkinek adnak támogatást, akinek lehet. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy most már felkészültek a magyar karitatív szervezetek. Ugye nemrégiben kirobbant egy botrány, a miniszterelnök úr azt mondta a parlamentben, hogy támogatást kaptak a civil szervezetek. Nem botrány, ez nem. Valaki így akarta, hogy botrány legyen. A sajtó egyik része erre azt mondta, illetve néhány civil szervezet erre azt mondta, hogy hát ők semmiféle pénzt nem láttak. Aztán megjelent erre egy nyilatkozata. Jó, hát most nézze, az, hogy valaki civilnek mondja magát, meg minek mondja magát, ezt ismerjük hol a magyar politikában. Néhány tucat civil szervezet kapott ugye hatalmas nagy pénzt norvég alapokból, miközben több tízezer civil szervezet pedig itt működik sokkal kevesebb pénzért, vagy pedig pénzek nélkül, és most ugyanezt történt. Ez a fajta törésvonal jelent meg itt is? Én azt gondolom, ez egy balliberális támadás ismét azok ellen, a civil szervezetek ellen, akik egyébként többnyire a karitatív tanácsnak a tagjai, akik közül a Vöröskereszttől egészen egyházi civil szervezetekig vannak jelen, és akik eddig is helytálltak nagyon sok területen, legyenek különböző árvizek, a vörösiszap katasztrófa, ukrajnai segítségnyújtásban, és most egy teljesen más helyzetben kellett nekik helytálniuk, hiszen ha valaki ezt a mostani áradatot megnézi, akkor láthatja, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, időben sokkal jobban elnyúlik, vagy eltolódik, és igazából azt, hogy most mit adjanak, milyen támogatást éppen egy-egy migráns csoportnak, egy-egy bejövő csoportnak, az is mindig sokkal összetettebb, mint bármikor máshol. Ezért is volt az, hogy egyébként, amit ön említett vagy idézett, a magyar kormány néhány nappal ezelőtt hozott egy döntést, és három civil szervezetnek, a Máltai Szeretetszolgálatnak, Ökumenikus Segélyszervezetnek, illetve a Vöröskeresztnek 200 millió forintos olyan támogatást adott, amellyel most a déli határon végig dolgozhatnak, sőt adott esetben, hogyha arra kerül sor, akkor a határon túli területeken is segítsenek. Ezzel gyakorlatilag szervezet formába akarja terelni a segítséget a magyar állam? Eddig is így volt, több mint 2,5 hónapja ültünk össze a karitatív szervezetekkel, 6 nagy szervezettel. De hát voltak azért gerilla szervezetek, hát, ugye gondoljunk arra, ami például történt a keleti pályaudvar aluljárójában. Most nézze, az nem baj, és az nem gond önmagában, szerintem nagyon sok ember szeretne segíteni, nagyon sok ember volt a jó szándék, mert valóban a migránsok között vannak elesett emberek, idős emberek, betegek, rászorultak gyerekek, tehát kell a segítség, nem erről van szó. Persze a képsorok, a képek nem ezt mutatják, hogy ők vannak többségben, de rászorulnak erre a segítségre, és itt bárki, hogyha jó szándékkal visz, akkor valóban segíthet embereknek. Az egy más kérdés persze, hogy a karitatív szervezeteknek is idő volt, hogy megtanulják, hogy mit adhatnak. Mert az elején olyan élelmiszert adtak, amit mondjuk a muszlim körből érkezők azonnal a kukába dobtak, a vizet kijöntötték, a ruhát, láttuk, hogy milyen szemét halmaz gyűlik mindig föl, mert azonnal ruhákat kidobják, nem tetszik nekik, nem viszik tovább. Tehát hihetetlen tapasztalatok gyűjtik
kerültek föl, sajnos hihetetlen szemét is, pontosan azért, mert jó szándékkal nagyon sok ember adott esetleg vitt nekik ruhát. 2,5 hónapja egyébként a karitatív szervezetek az ország különböző táján jelen vannak. Jelen vannak a határnál, a spontán kialakult és a szervezetgyűjtőpontoknál, vagy regisztrációs pontoknál. Ott vannak adott esetben a közlekedési területeken, legyen az vonat, busz vagy az autópályák mellett, de mondjuk a gyermekvédelmi intézményekben és sok más helyen is ott vannak, és a segítségnyújtásnak különböző formáit adják. Az, hogy ezt valaki balliberális oldalról támadja, igazából már azt kell mondani, hogy nem érdekel engem se személy szerint, mert olyan támadás érte eddig is Magyarországot, ami abszolút nemtelen volt, akár a miniszterelnök, akár a kormány, akár az egész nemzet személyében, miközben pedig egyre jobban látszik, és egyre többen látják be azt, hogy Magyarországnak igaza volt, hogy föl kellett készülni erre a helyzetre, hogy ennek csak úgy nem lesz vége, hogy itt valakit szétosztja a migránsokat, hanem az egész megoldás az Törökország és azon túl van. Pedig hát úgy tűnik, hogy most éppen erről született döntés a belügyminiszterek tanácsán, de ezt már Harag Péterrel folytatom, majd köszönöm szépen, hogy eljött államtitkár. Köszönöm szépen.